színes, szagos, és hát a mindennapi élethez közel álló dologról van szó, tehát nem valami marson túl, és ne higgyenek a szülőknek, a kémia az igenis szép és tanulható, és nem egy nehéz tudomány. Sápi Anikó, a Kecskeméti Református Gimnázium kémia tanára mesélt ma stábunknak a kémiáról, és biztatott mindenkit, aki szeretne ismerkedni ezzel a tudománnyal. Anikó és tanártársa Tóth Imre büszkén mesélhettek a kémia oktatásáról és annak szeretetéről, hiszen tanítványuk Hegedűs Márton az 53. Irinyi János Országos Középiskolai Kémia versenyen harmadik helyezést ért el. Ugyanezen a versenyen saját kategóriájában 5. helyezést ért el Labanc Barnabás, a Bányai Júlia Gimnázium tanulója, és a tanintézmény kémia műhelyét is kitüntették. A kecskeméti sikerek hallatán kíváncsiak voltunk, mi kell ahhoz, hogy egy fiatal valóban sikeres lehessen egy olyan nehéznek tartott területen, mint a kémia. Nem egyszerű megszeretni a tanulókkal. Mindenféleképpen természet közelévé kell hozni, tehát életszerűvé tenni számukra a természettudományos tantárgyakat, és fontos, hogy a tanárok, akik tanítják, maguk is szeressék ezt a tantárgyat. Kémiát tanulni és versenyre készülni nem ugyanazt jelenti. Nagyon komoly különbség van. Tudni kell, hogy a nem tagozatos tanulóknál maximum 10%-a az, aki esetleg tovább megy kémiából. Őket úgy kell tekinteni, hogy nekik más életcéljuk van, és mégis olyan órákat kell tartani, hogy rajongjanak a kémiáért, a kémia óra hangulatáért, hogy valóban sok olyan információhoz jussanak, amitől ők többek lesznek. Tehát ővelik meg szerettetni kell a kémiát, őnek nem a mélységebe kell elmenni, hanem a mindennapi ismereteknek a bővítésébe. Ezzel szemben, akik versenyeznek, azokat egy kicsit másképp, ővelük tényleg azokban a mélységekben, összefüggésekben kell rátekinteni, hogy tényleg lássák, értsék és műveljék a kémiát. Kell egy kellő elhivatottság és egy kellő szorgalom, tehát a versenyzéshez mindenképpen, és kellő kitartás, mert azért vannak sikertelenebb feladatmegoldások és hosszú ideig elhúzódó feladatmegoldások, de ezeken is át lehet lendíteni a gyerekeket, mert hogy egy apró kis lökéssel az ember segíthet azon, hogy ő mégiscsak átlendüljön a nehézségein, és utána pedig akkor már élvezettel tudja csinálni. Nagyon szép az a feladat, amikor az ember átlendít egy diákot ezen a mélységen, és utána ahogyan tényleg megértik az összefüggéseket, és utána úgy már örömmel csinálja a feladatokat. Hegedűs Márton ma is örömmel bővítette kémia tudását tanárai segítségével. Márton számára a versenyzés és a mindennapi kémia tanulás között nincs igazi különbség. Nekem ez nem válik el. Én a versenyzésre úgy gondolok, hogy engem nem igazán érdekel az, hogy hanyadik leszek egy versenyben, mert én a versenyt azért csinálom, csak is azért csinálom, hogy a verseny alatt való fölkészülés alatt lehet annyi tudást összeszedni, hogy annak van egy rendes, egy erőteljes értéke, és szerintem ez a lényeg a versenyzésben. A felkészülés a tantárgy szeretete mellett sem mindig könnyű. Márton azonban jól veszi az akadályokat. Amikor 7-8 óra hosszát ülök, 11 órakor a feladatsor fölött, akkor már egy kicsit ideges vagyok, de egyébként ez a legnagyobb nehézség, meg az, amikor annyiszor próbálok újra egyetlen egy feladatot, hogy már síkideg vagyok tőle, de valahogy mindig próbálom arra összönözni magamat, hogy esetleg nagyon-nagyon picike kis segítséget ránézek mondjuk az interneten, de csak annyira, hogy egy ilyen kis szösszenetnyi, ilyen kis kulcsot adjon nekem az, hogy meg tudjam oldani a feladatot. A felkészülés láthatóan megéri. Megkérdeztük Mártontól azt is, mi szeretne lenni, ha kiszáll az iskolapadból, de nem tudott konkrétumot mondani. Látszik, hogy jelenleg tisztán egy dolog vezérli, a kémia szeretete.